Kovács István szentelték a Magyar Unitárius Egyház 32. püspökévé a Kolozsvár belvárosi unitárius templomban. Kovács István korábban a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyház községben szolgált, és több fontos feladatot és megbízatást is ellátott az egyházon belül. Hat éve szóló megbízatási időszakra Kovács István Sepsiszentgyörgyi lelkész közügyigazgatóval választotta meg egyházunk 32. püspökévé. Amikor hivatali esővételére is sor került. Az egyházi jogszabályai alapján a püspök úr megbízatása a választást követő 30. naptól, az a 2021. augusztus 9-étől kezdődik. A mai napon az egyházi hagyományaink által levélt püspök szentelési ünnepséget amelynek keretében főpásztorunk eredményes tisztségviseléséhez Isten áldását kérjük. Az Úr a mi Istenünk legyen velünk, amiképpen volt a mi atyáinkkal. Ne hagyjon el minket, el se távozzék tőlünk, hanem hajtsa magához a mi szívünket, hogy járjunk minden ő útaiban, és őrizzük meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, amelyet a mi atyáinknak parancsolt. Az ünnepségen a szentelést követően világi és egyházi személyek köszöntötték és mondták el jó kívánságaikat az unitárius püspöknek, aki úgy gondolja, nagyon sok munka vár rá a következő időszakban. Ez egy nagy út, amelyből egy pár lépést már megtettem, hiszen a megválasztásom már a nyáron megtörtént júliusban, augusztus 10-étől vagyok hivatalban, és végzem ezt a szolgálatot. Látszólag úgy tűnne, hogy ez a mai esemény, a püspök szentelés, ez egy ünnepélyes momentum csupán, de én ennek sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítok, mert én úgy érzem, hogy Isten és ember szolgálatában akkor nyeri el az ember a végső felhatalmazást, amikor itt Isten színe előtt megtörténik az a teljes elköteleződés ebben a munkában, amely nem könnyű, amely, ha őszinte vagyok, egy kicsit szorongással is eltölt, hiszen felmerülnek a kérdések, hogy alkalmas vagyok-e, hogy méltó vagyok-e erre a nagy feladatra. De aztán azzal vigasztalom magam, hogy hát hasonló érzések gyötörték biztos a korábban elhívottakat is, a profétákat is, és minden embert a nagyobb feladatok mindig kérdőre vonják. És hát azzal is vigasztalom magam, hogy végül a Jóisten nem az alkalmasokat hívja el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá. Úgyhogy én ezért imádkozom, hogy a Jóisten tegyen alkalmassá, hogy tudjam szolgálni, pásztorolni egyházunkat, népünket. Ezt a kis egyházat, amely Erdély történelmében mégis annyira jelentős, annyira meghatározó, mind egyházi vallási vonatkozásban, mind kultúra vonatkozásában, mind a nemzeti értékek vonatkozásában. Csak a közelmúltban ünnepeltük a Tordai Vallásszabadság 454. évfordulóját, január 13-án, amikor itt a közelben ezt a világra szóló kincset ajándékozta Erdély népe, és ez közös eredmény a többi felekezetekkel együtt a világnak. Tulajdonképpen ettől a pillanattól számítjuk egyházunknak az intézményes létét. És ha már erre utaltam, a vallásszabadság törvényére, akkor fontosnak látom most a jövőben
azon túlmenően, hogy szolgálom egyházunk híveit, közösségeit, lelkipásztorait, fontosnak látom szolgálni a jó kapcsolatot, és itt most nem diplomáciáról is beszélek, és diplomáciai szavakkal mondom ezt, a testvérfelekezetekkel, mert nagyon egymásra utaltak vagyunk. Csak akkor vagyunk méltók január 13-a emelkedettségéhez, hogyha bocsánatot tudunk kérni egymástól a tévedéseinkért. Mindnyáján tévedtünk. Ha egymás szemébe nézünk, és felvállaljuk történelmi elődeink tévedéseit, és a jelenben próbáljuk azt jóvá tenni. Szolgálni egymást, és szolgálni a közösséget. Nagy szükség van erre, hogy fogjuk egymás kezét, mert olyan ez a világ, amikor tényleg szorosra kell zárnunk a sorainkat. Két nagy szélsőség veszélyezteti a létünket. Egyik a vallásos fanatizmus, amelyik sokszor terrorizmusba csap át. És a másik pedig a vallásellenesség, meg annyi változata. A vallásellenesség, amely sokszor éppen a szabadság jelszavával próbálja szolgaságba dönteni az embert, és elszakítani Istentől. Öröm számunkra ez a mai nap, amikor egyházunk 32. főpásztorának püspökszentelési ünnepségére kerül sor. Jelképes az idő és jelképes a hely. Az unitarizmus itt magyar földön e városból indul a maga útján. És évszázadokon keresztül e város annak gyülekezete volt felekezetünknek központja, ahogy ez van ma is. És ma, amikor ünnepelünk, akkor nem csak mi vagyunk jelen, akik ma élünk, hanem velünk van az a múlt is, ami meghatároz. Velünk van látható formában. Templomunk úrasztalán ott van Dávid Ferenc kereke. Egy tudomásom szerint egy közösségnek volt a tulajdona, azóta, hogy első püspöke itt a városban hirdette Isten igéjét. 2021. júliusában zsinat és főtanácsülés keretében új vezetőket választott az Unitárius Egyház. Ez mindig egy nagyon érdekes időszak, főleg azok számára, akik ezeket a tisztségeket elfoglalják, megszokni először magát a helyzetet, és akkor utána azokat a terveket, elképzeléseket, amelyeket az ember elgondolt, azokat elkezdeni életbe ültetni. Most túl vagyunk az első néhány hónapon, és neki láttunk, hogy megvalósítsuk azokat az elképzeléseinket, amelyek bízunk benne, hogy az egyházunknak a jobbulását fogják szolgálni. Nagyon fontos számunkra az szembenézni azokkal a kihívásokkal, amiket látunk a gyülekezeteinkben. Nagyon sok helyen a természetes apadás miatt a gyülekezeteink létszáma csökken, ezeknek valahogy a reményt kellene visszaadni ezeknek a gyülekezeteknek, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. És természetesen ez a remény mellett, ez az életremény mellett meg kell találni annak a módját is, hogy ezek a gyülekezetek éljenek saját maguk úgy, ahogy régen fenntartották magukat, úgy ezentúl is fenntartsák magukat. Választ kell adnunk meg olyan kihívást, amivel szembesít minket ez a mostani világ, talán ez a korszak sem alkalmas a keresztény eszméknek a befogadására. Érezzük azt, hogy elég nagy a nyomás mindazokon, akik ezt a hitet meg szeretnék élni és meg szeretnék vallani, és szeretnénk megerősíteni azokat a gyülekezeti tagjainkat, lelkészeket, hogy ezek az elvek és eszmék, amelyeket a sajátunknak vallunk, ezek igazak, még akkor is, hogyha sokan mondják ennek ellenkezőjét, és ezek mentén élni még mindig egy jobb út, mint ezek nélkül. Egy nagyon különleges és kivételes ünnepi alkalom, hát gyakorlatilag ma a 32. unitárius püspököt szentelte fel a Magyar Unitárius Egyház Dávid Ferenctől Kovács Istvánig. 32 unitárius püspökünk volt eddig, úgyhogy nagyon, nagyon különleges és tényleg kivételes alkalom, és mondjuk 6 vagy 12 évente van ilyen attól függően, hogy új a püspök vagy újra választott. Hogy látja, milyen kihívások elé néz az Unitárius Egyház a következő években?
Hát az egyik nagy kihívás az éppen el is hangzott a püspök úr ünnepi szószéki beszédéből, a nagyon nagy mértékű elvilágiasodás, ami fenyegeti a, nem csak a mi egyházunkat, hanem a teljes keresztény egyházat is, nem csak Erdélyben, hanem mondjuk egész Európában, vagy akár az egész világon is. Ez az egyik, ami külön a Magyar Unitárius Egyház problémája lehet a közeljövőben, az egyrészt az elnéptelenedő gyülekezetek. Nagyon sok vidéki gyülekezet van, ahol egyre kevesebb a hívő, és az előregedés a másik probléma, ami ehhez kapcsolódik. Emellett pedig mi sajátosan számbelileg is, és vallásilag is kisebbségben vagyunk. Erdélyben nagyon fontos mindkét identitásnak a megőrzése, a magyarságunk is, az unitarizmusunk is, mindkettőt védeni és óvni kell, ezek is külön kihívások, és remélem, hogy úgy tudjuk alakítani az egyház életét a jövőben, hogy, hogy új kihívásoknak tudjunk megfelelni. Örökké való Istenünk, szeretnél és gondviselő édesedünk. Most, amikor embertársaim és a te szíved előtt állunk ezen a felemeli ünnepen, megereg a térdem, és kavarognak bennem a kérdéseim. Méltó vagyunk-e? Alkalmas vagyunk-e? Erre a hatalmas megbízatásnak kell elmondani. Van munka bőven. Én úgy hiszem, hogy ha imádkozunk, és imádságtól vezérelve cselekszünk, akkor bizakodhatunk abban, hogy a jó Isten jó irányba vezet bennünket. Bizakodhatunk abba, hogy megmaradunk, megmarad a népünk, megmarad a kereszténység, megmarad Európa a keresztény fundamentumon. És megmaradnak mindazok az értékek, amelyek számunkra annyira fontosak, amelyeket át akarunk adni a holnap gyermekeinek, akik várják, hogy megszülessenek, vagy akik már itt vannak közöttünk. És fontos üzenni azt a fiataloknak, hogy maradjanak itthon. Itt van dolgunk, itt gyönyörű ez a hely. Aki elmegy, itthonról olyan, mint az a fa, amelynek elvágják a gyökereit, vagy a szél sodort a falevél, vagy az ördög szekér, amit sodor a szél a pampákon. Maradjunk itthon, itt dolgunk van, és ha egy kicsit nehezebb is, itt a legszebb az életünk, és bízom benne, hogy Isten segedelmével a jövőnk is.